Szevasztok, ez egy újabb Free Fire videó, amiben Classquadozni fogunk, és azt fogom bemutatni, hogy hogyan próbálok jelenleg játszani Classquadba, és igazából, hogy miért választottam ezt a játékstílust, úgymond azért, mert nagyon sokszor jöttek így ellenem, vagy ellenünk, és akkor úgy gondoltam, hogy miért ne játszok én is így, és hát ez a játékstílus nem más, mint a gránátozás, a grenade playek, stb., és ezt próbálom úgymond jelenleg kitanulni, stb. Eddig igazából be is vált, meg nem is, nyilvánvalóan voltak bakik, amikor például visszapattant a gránát, stb. Nem tudtam jól eldobni, de voltak olyanok is, amikor bevált, hogy kettő embert nokkoltam le egyszerre gránáttal, beléjük sebeztem, stb. És ez is nagy segítség a csapat részére, tehát úgymond így gránátozóként sok szerepem úgymond nincsen, azon kívül, hogy eldobom a gránátokat, mivel ez a fő szerepem, de ezzel is segítem a csapatot, ugyanis a gránátozással ugye idegesítem az ellenfeleket, hogy mindig figyelniük kell a gránátra, mindig érkezik a gránát, ezzel is úgymond így keltem a feszültséget az ő csapatukba, ami meggyengíti őket, illetve ugye kapják folyamata, vagy hát nem folyamat, de kapják a damage-et, stb. Ugye vannak bizonyos pályák, amikor könnyebb, úgymond ilyen bedobási spotok vannak, amikor ha ott bedobod, akkor szinte 100%, hogy be fog találni, viszont vannak olyan pályák, amiken, hát ha úgy nézzük, szerencsejáték az, hogyha eldobod, betalál-e vagy sem, de nyilvánvalóan ott is ki lehet tapasztalni, csak idő és tapasztalat kérdése, meg hát gyakorlat kérdése. Ehhez igazából, ami fontos, nem más, mint az alok, az, hogy gyorsan odaérj arra a helyre, ahonnan dobod majd a gránátot, illetve alvaró karakter, aminek az a képessége, hogy mindjárt mondom, a robbanásnak 20% damage-et ad, illetve a range-ét megnöveli 10%-kal. Úgyhogy el is indítom a Classquad meccset, és akkor be is mutatom, hogy nagyjából hogy érdemes játszani. Ha van csapatod, akkor még hatékonyabb, ugyanis megbírod beszélni a dolgokat, hogy tehát tudtok kommunikálni, stb. Én hát randomokkal próbálom jelenleg, közben itt lemútolom őket. Na, ez egy eléggé jó pálya kezdésnek, ha nem lenne felmenve a pingem, sajnos, na mindegy. És így nem is tudok normálisan kezdeni. Tökéletes igazából, na mindegy. A lényeg, hogy már ezt elbasztam, nem innen kell dobni a gránátot, de ez már igazából itt mindegy. Ez eléggé jó, egyet legalább nokkoltam. Meg is halt, dobok oda még egyet. A lényeg, hogy nagyon szarul kezdődött a meccs, de amint látjátok, még így is betaláltam egyel, egy gránáttal. És USP-m van. Ugye, ha van csapatod, még olyat is meg lehet beszélni, például a dizé, hogy adod nekik a medkitjeidet, stb. Jelenleg épp, hogy vesztésre állunk, de hát megpróbáljuk orvosolni a helyzetet. És felment az enemy. Az a baj, hogy most szarfülessel játszok, tehát aminek a felébe szól a hang, a másik felébe nem, vagyis hát igazából szólna mindkettőbe, ha bebírnám normálisan állítani. Közben nem igaz, hogy 1v3-ban nem tudjuk lehozni amúgy, na mindegy, én is elbénáztam. És figyeljétek meg, 1v3-ban nem tudjuk lehozni, na azért mondom. Na szóval azért van, hogy ilyen fülessel játszok, ugyanis van egy normális fülesem, amiben mind a kettő füles headset szól. Csak, na ezt figyeljétek, itt olyan dobás spotot mutatok, figyeljétek. A lényeg, hogy mi is a lényeg, ja, hogy ezt a videót már felvettem egyszer azzal a fülessel, de a hang az olyan szinten szar lett, hogy recsegett össze-vissza, zúgott meg minden, és ezzel a fülessel legalább a hang minősége jó lesz, csak hát ugye az én káromra, ugyanis nem nagyon hallom a játékot, na figyeljétek, itt mindig oda szoktak menni. Egy dobás. És hát ez nem vált be, oda kéne dobni igazából, de ez nem jött össze most ugye.
Nem baj, kettő már nok, egy ember él. Ez a meccs is garantált win lesz, úgymond. Tehát ugye, ha a lenti spotot kopják az enemik, mindig ide szoktak jönni, vagy hát pár ember. És ha innen feljössz és bedobod azt a helyet, akkor be fog találni. Csak hát ehhez jobban kéne dobni. De sajnos én még ilyen jó, pontos gránátdobási tehetségekkel még nem rendelkezek jelenleg. De mondom, ezt még gyakorolni kell, stb. Hát itt most jelenleg annyira nem ismerek sok dobási szöget. Max, ha felkempelnek a pajtába nyilván, de akkor oda is kéne jutni. A lényeg, hogy mindig dobjatok valamit, lehetőleg gránátot, de a többit is dobhassátok. Flashbang, decoy, stb. Meg ez a freeze grenade, smoke. Ezeket mind érdemes megvenni, hogyha van rá elég pénzed, ugyanis tényleg hozzátesz majd a játékhoz. Higgyétek el, sokat fog segíteni. És ott kerültek egyet ránk. Baszki. Még mindig van olyan, hogy az új customemmel nem tudok lőni valamié. Egyet nem valamié, tudom mi. Még szokni kell. Dobd már meg azt a szart. És ez nagyon szart dobás volt, mivel nem tudtam elég pontosan dobni. De ott van még az enemy. Nem tudom. Erre jött egy enemy. Ezzel, hogy mi lett. Na mindegy, szóval láthatjátok, hogy százszor csinálhatnám jobban is. De igazából így is működik. Meg az én béna próbálkozásaimmal is. És tényleg ez időkérdése, tényleg. Csak pár napja kezdtem el így játszani, pontosabban tegnap, ha jól emlékszem, vagy tegnap előtt. A lényeg, hogy ja, most gondoljatok bele. Végig grenade playezem a szezont, meg minden, így fogok játszani mindig. Class squadokban meg ilyenek. A végére, mert milyen tapasztalatom lesz, hogy hova kell dobni a gránátokat, meg hogy kell dobni. Szóval, ja. És most ha ezt a játék stílust hozzá kellenünk legtöbbször, akkor méne? Én is méne csinálhatnám, nem? Most nem, jogos. Igazából nyugodtan leírhatjátok kommentbe, hogy mekkora egy faszopó vagyok, milyen szar a stílusom, de hát ez van, így kell játszani. Nem hiába van bent a gránát, meg ezek a class squadba. Most én is félreteszem a izémet, hogy mekkora köcsögök az enemik, nem. Ha ők betalálnak gránáttal, akkor valószínűleg ők jobban csinálnak valamit, mint én. Jobban gránátozik valamelyikük. Jobb a taktikájuk. És ezt igazából én is tudom fejleszteni, én is megtehetem, akkor miért ne élnék a lehetőséggel? Hát ez úgymond egy easy win, mert egy kört se tudtak nyerni az enemik. Úgyhogy párszor legalább betaláltam a grenade-del, vagy az első körbe, de az is valami. Meg többször is betalálhattam volna, ha nem vagyok ilyen béna, meg minden, de a lényeg, hogy hatásos a módszer, és ott is van a win, nagyon fasza. Igazából mindent el tudtam mondani, meg tudtam szemléltetni, igaz, hogy eléggé béna voltam a meccsbe, de a lényeg, hogy ja, mégis ellettem a star player, vagy az MVP. És megvan, hogy a kettőt már rég meg volt igazából, csak az új custom hadomnak köszönhetően majdnem visszaestem platinumba. De már jó lenne végre megcsinálni azt a heroikot ebbe a szezonba. Mert hát eddig elég ideg örlő, hogy őszinte legyek, ez a class squad szezon, de hát ja, van idő még, én azt mondom, bőven. Úgyhogy ez a videó ennyi lett volna, nem is húzom tovább, kösz, ha megnéztétek, szavaztok!